Akkor itten is vagyunk, és folytatjuk akkor a Witcher-t a falusi fogadóba. Tehát ugye ezt a tutoriát megcsináltuk múlt héten, illetve a, hát a felütését gyakorlatilag a sztorinak. Ugye Kaer Morhenben voltunk, történt, ami történt, és ránk esett a választás, hogy mi jöjjünk Vizimába, és hát mi itt is vagyunk. Mármint még nem Vizimába, hanem még csak Vizima agglomerációjában. Tehát tulajdonképpen Vizima érgyében. Nem tudom, hogy mennyire hangos vagy halk, majd szóljatok. Lehet, hogy a mikrofonomba adok egy kicsit. Na mindegy, szóljatok, hogyha halk a játék vagy hangos. Én már a hallásom is olyan, mint a... Igen. Oké. Okay. Igen, Nevermind, pontosan. Pontosan az lóg az apátság WC-ében. Jó. Most azon gondolkodok, hogy miért is jöttünk be ide, de szerintem különösebb oka nincsen. Csak erre hozott az utunk. Ugye Olaf-a beszélgettünk. A szenzit lentebb veszem egy kicsit már. Oké. Okay. Olaf-a beszélgettünk, jó nagy paraszt, de nem baj. Elveszük a köveit a hordójából. Meg... egy cipót. Na, úgyhogy akkor itten vagyunk. Ugye... Jaj, nem ezt akartam. Igen. Igen, itt vagyunk a küldetésekkel. Mit is akarunk csinálni? Oké. Okay. Beszélnünk kell a tiszteletessel, igen. Tiszta, igen. Jó, Berengár, ez ővele majd később találkozunk. Jó, és ugye van egy pár sidequestünk. Bargest koponyát kell vinni Abigailnek, vele még nem találkoztunk. Nem, még nem találkoztunk. Sejt Adri, ma gonoszkodsz ezek szerint? Jó, ugye folytól idéz lesz, de majd ezt el kell olvasnunk, hogy a szörny határozóban benne legy. Ugye meg kell tanulnunk, hogy kell a folytól idéz agyát ki termelnünk. Oké, okay. Gúlok, ugyanígy gúlokról is szörny határozóban benne kell lenni, mert nem Kálsteinnek kell vinni vért. Jó, a professzor ellenségei Vizimaváros őreivel és a Witcher titkok. Jó. Na, a falusiak bizalmát kéne elnyerni, illetve beszélni a tiszteletessel. Beszéljünk a helyiekkel. Sejtadri, az, hogy akinek nem enge neveszi magára, az egy ilyen... Albedo? Igen, ez a megoldás. Vezna? Ó, Vezna. Üdvözlet, jó képű. Fáradnak látszol. Várj! Nem te mentetted meg azt a gyereket a kapunál? Véletlen volt. Véletlen. Bár csak a helyiek lennének véletlenül ilyen jók. Mit szeretnél? Mutasd az árud. Ó, lehet tőle vásárolni. Sejtadri, ebbe pont az a lényeg, hogy a magyar az... nagyon sokat ad hozzá, hidd el nekem, az élményhez. Jó, van egy csomó söre, körtéje, van teje. Tűszáni vörös. Egyet veszünk, mert ez majd kelleni fog. Emlékeim szerint lesz egy sidequest. Vodka, kecskehely, oké. Okay. Cseresznye vodka. Oké. Okay. Vezd, ne menj még el. Hát hova mész? Mit szeretnél?
Ezúttal semmit, de csak ülj csak le egy percre. Ezúttal semmit, de ülj le csak egy percre. Nem én. Én tisztességes lány vagyok. Ne légy rám mérges, csak egy vakember nem látja szépséged. És munka után is tisztességes lány vagy? Azt mondja, én tisztességes lány vagyok, akkor egy sört kérek. Ne légy rám mérges, csak egy vakember nem látja szépségedet. Micsoda bók, uram. Mit szeretnél? Ezúttal semmit, de ülj le csak egy percre. Nem én. Nem adja. Én tisztességes lány vagyok. Munka után és is? Munka után is tisztességes lány vagy. Hogy merészeled? Oké. Beszéljünk Einsteinnel. Nem adja. Három uncia optima mater, egy csepp higany olda... Bocsánat, elkalandoztam. Üdvözlet. Üdv! Kalkstein vagyok, az alkimista. Geralt, Witcher. Egy Witcher? Mennyit kérnél azért, hogy megvizsgálhassam a tested? Nem tudnád megfizetni. Sokat segítenél a tudományon. Jól van, azt hittem, hogy olyas valaki vagy, aki értékeli a tudományokat. Tisztelem a tudományt és a tudósokat, az alkimistákat is. Cserébe ugyanezt várom el tőlük is. Értem, hát... talán egy post-mortem boncolás, akkor... Az alkimisták iránt érzett tiszteletem drasztikusan csökken. Jól van, bocsánat. Oké. Azt mondják, hogy gulvérre van szükséged. Van nálad? Visszajövök, ha már összeszedtem pár fiolányit. Kell a vér a tanulmányomhoz, siess! Mi szél hozott? Nem úgy néz ki, mint a helyiek. Nem úgy nézel ki, mint a helyiek. Egy nagy alkimista, piromanta és geomanta konferenciáról tértem haza, amit Oxenfurtban tartottak. Csodás város az, Witcher, a tudomány bölcsője. Nem kétlem. A konferencián rájöttetek valamire? Páratlan élmény. Előadtam a disszertációm a valamire. A konferenciákon nem jövünk rá valamire. Nem hiszem, hogy értem. What? A tudomány olyan, mint egy nagy folyó, tele áramlattal, örvénnyel és gödörrel. Egy sima tutajos sosem ismerheti ki a folyót egymaga. De ha elmegy a kikötőbe, és megosztja tudását a többi hajóssal... Majd jól lerészekedik, és a nőkre költi a pénzét. Már értem, hogy mit jelent egy alkimista konferencia. Nem csak az alkimista... A tudomány olyan, mint egy folyó... Bocsánat, elkalandoztam. Sose csinálnánk ilyet. Arról beszéltél, hogy visszatértél Vizima városába. Igen. A karantén miatt a fogadóban lebzselek. Vár rám egy különösen fontos kutatás is. Mit csinálok? Itt üldögélek ebben a koszfészekben, és alkoholt iszom. Rosszul lepárolt alkoholt. Üzenetet küldtem a barátomnak, ő is alkimista, ő az utolsó reményem. Ő majd küld egy engedélyt. Hát sok szerencsét kívánok. Köszönöm. Muszáj beengedniük. Oké. Mindig megkérdezed az embereket, hogy felboncolhatod-e őket? Természetesen nem, de te egy mutáns vagy, egy tudományos fejlesztés, valami természet ellenes. Így már értem. Tudományos ne fejlesztés. Ne sérdődj meg, csak kíváncsi vagyok. Nincs szükséged egy Witcher segítségére? De van! Nézd meg a felhívást, amit kiakasztottam! Már megvan, már megbeszéltük. Az alkímiáról szeretnék beszélni. Jaj, végre valaki, akivel érdemes beszélni. Azt hittem, hogy az ittenieket csak a mindennapi teendők izgatják. Először is nem vagyok helybéli.
Másodszor pedig, ha a helyiek alkímiával foglalkoznának, nem lennének alkímisták, mert már rég éhen haltak volna. Ha! Tipikus csőlátás! Witcher az alkímia minden tudomány ősanyja, és tudod miért? Mert általa megérthetjük a világot, ami körülvesz téged, az nem más, az az alkímia, amit oly hevesen próbálsz kicsúfolni. Alkímiai folyamatok hajtják a testedet is. Velük eszel, lélegzel, ürítesz. Mi több, felelős a gondolataidért és érzéseidért is. Az alkímia maga az élet. Váltsunk témát, mielőtt az egyik parasz kedvet kap a mágián való elégetésünkhöz. Nem lehet elhallgattatni a tudományt. De jó, mit szeretnél tudni? Hát azért egy pár száz évig sikerült elhallgattatni a tudomány pár száz, pár ezer évig. Oké. Honnan szerzett be a főzetek alapjait? Megfelelő felszerelés kell a lepárlásukhoz. Én személy szerint atonátort használok, alembikkel, amit kiegészítek egy kiigazító oszloppal és egy részhűtővel. What? És ha nincs nálam egy atonátor sem? Értem, terepmunka. Olafnak biztos van jó vodkája vagy spiritusza, azok is megfelelő főzet alapok. Hol találhatnék összetevőket? Ha magad szeretnél összetevőket szedni, szükséged lesz könyvekre, melyekben szerepelnek az összetevők képei és leírásai, valamint a lelőhelyük. Igen, ez elég nagy szívás. Esetleg készen is megveheted őket, de a kereskedők drágák. Ha szörnyek testrészeire vagy szerveire van szükséged, bérelj fel egy witchert vagy egy vadászt. Tehát nem lehet csak úgy növényeket gyűjteni meg gombákat, meg kell tanulni, hogy mi az. Ez egy kicsit realisztikus, de elég nagy szívás itt a játékban. A formulák érdekelnének. A kézformulák ritkák és nehezen beszerezhetők. Szerintem kísérletezz és módosítsd azokat a recepteket, amiket már birtokolsz. Legtöbb ember alábecsüli a tapasztalati módszert a tudományban. Váltsunk témát. De még csak most kezdtük. Viszlát. Viszlát. Szólunk. Jó, oké. Neki van még itt. Van itt egy öreg paraszt. Mikul az őr vadásztrófeákat gyűjt. Valaha a vízimacsatornáit tisztítottam. Hát... Így áll egyet velem. Részt vesz ivójátékokban is, ahol jutalmakra és új információkra tehet szert. Kattints az ivászat ikonjára, dialógus vagy kiválasz egy nedűt. A karaktereknek igen kifinomult ízlésük van, így nem fognak mást meginni, csak a kedvencüket. Többet kell inned az ellenfelnél, vigyázz, hogy teljesen leid magad. Jó. Mi az? Oké. Semmi gond, semmi, csak kilútolom a helyet. Minden rendben van. Jó. Hájas Fred. Nos. Nos? Bajnokság van. Verjük egymást pénzért. Érdekesnek hangzik. Hájas Fred majd átrendezi az arcodat, de előbb mutasd az aranyat. Mennyi? 25 oren. Azt majd máskor. Mesélj a bajnokságról. Csak nincs pénzünk. A szabályok egyszerűek. Egymás arcát ütjük. Az a nyertes, aki a végén állva marad. Egyszerű és sajátos. 25 oren. Majd máskor. Jó. Alvin? Megmentettél, igaz? Segítettem. Vajon most mi fog történni velem? Megvárod a rokonod érkezését? Nem, a családom meghalt. Sajnálom, kölyök. Alig ismertem őket. És... Ők majd később jönnek segítadni a mókusok. Ja, amúgy Nevermind, igazad van ez a fuck around, find out. Hát igen, próbahiba módszernek szoktuk mondani, de igen.
Valami igen. Más? Viszlát. Oké. Itt egy ajtó, amin nem lehet bemenni, úgyhogy akkor itt a kocsmába végeztünk. Nyomunk egy mentést. Oké, gyógyfűkereskedővel beszéltünk. Ott van kint Vezna. Tábortűz. A tábortűzet megnézném. Vigyázzatok! Mire vigyázzunk? Csak hogy gondolom szintet lépni nem tudunk. Igen, múltkor elköltöttük a pontokat. Jó, akkor... Akkor ennyi. Nem meditálunk akkor. Igen, itt még nincsen Gwent. Vagy Gwent. Azt mindig keverem, hogy melyik. Mert ugye van a Gwent, ami a játékban, van a Gwent, ami meg az önálló játék. Vagy fordítva. Ezt mindig keverem. Na. Kéne egy térkép. Abigail háza, kripta, a tiszteletes háza. Jó. Egy questet ki kéne jelölni, nem? Hát nem tudom. Szerintem ezt. Akkor menjünk a tiszteleteshez. És akkor közben itt felfedezzük a helyet. De rohadt sötét van. Ha! Miért vagy ilyen udvarias? Vesna a hivatlan látogatókat. Hadd lássam, próbálj csak durva lenni. Itt valaki most meg lesz nagyon-nagyon... Milyen kemény vagy. Nem tudok várni. Vicse, segíts! Kapja le, itt nincsenek szörnyek. Nincs elég bőr a képeden, édes. Majd én megmutatom, ki a tökös legény itt. Te mindjárt nem leszel. Sajnálni fogod ezt. Mindvagy. Alárát korcs! Mi történik? Jó, oké. Segítesz nekem? Haza kell jutnom. Persze. Milyen csak a lootot összeszedjük. Jó, mehetünk. Hova megyünk? Vezna háza. Oké. What? Na várjatok. Oké. Okay. Jó, csak nem emlékeztem, hogy mik a billentyű kombinációk, de jó. Mármint, hogy melyiket mivel veszem elő. Jó. Haza kísérjük. Vezna... Ne maradj le! Haza kísérnél. Hogyne? A vadászat királyi nagymester. Még szerintem ez a quest azért van, hogy vele tudunk majd elmenni a... Mert ott lakik a tiszteletes mellett. Ha.
Mi a... Ezek a pokol kutyák? Elmentek. Bargeszt koponya. Bargeszt koponya. Nagyon jó. Jó, hát Vezdának nincs sok HP-je, nem mentünk egyet. Oké, merre? Nagyjából erre. Ott egy ghoul, de ezt még nem öljük meg, mert meg nem tudjuk, hogy kell kiszedni a vérét. Ők csak jöttek, mintha valami irányította volna őket. Már majdnem ott vagyunk. Vezna nagyon beleéli magát. Oké. Okay. Ez a Bargeszt koponya kell Abigailnek. Azért gyűjtögettem így össze. Örök tűz kápolnája. Most nem emlékszem, hogy ezzel mit kell csinálni, de majd... idővel a quest elvisz oda. Arra emlékszem, hogy talán meg kellett őket gyújtogatni, vagy valami ilyesmi. Nem pontosan emlékszem. Hát nem sok HP-ja maradt, amúgy. Itt vagyunk. Hogy hálálhatom meg? Mi az, hogy szia? Találkozhatunk újra. A nagymamámmal élek. Inkább nem ijeszteném meg. Mitől ijedne meg? Mindentől, kivéve az együtt imádkozástól. Mitől ijedne meg egy vágott arcú vicsertől? Mitől? Félreeső és csendes. Pontosan. Az emberek azt mondják, hogy kísértetek látogatják. Az a szellemek nem merészelnének zavarni egy Witchert, az emberek pedig félnek oda menni. Jó. Holnap, napnyugta után találkozunk, hoz bort. Én pedig hozok ételt. Ez rémlet, hogy ezért kell a bor. És szintet léptünk, érted? Bargeszt koponya. És meg is van, frissült a küldetés. Ez azt jelenti, gondolom, hogy akkor megvan a 10. Igen. Ott a 10. Jó, többet szerintem nem is szedünk össze, nem emlékszem, hogy kellene máshoz is. De mindegy. Akkor, ha már itt vagyunk, akkor a tiszteleteshez megtesszük 5 tiszteletünket. Amúgy ne, így van, Nevermind, hozz chillt, én meg hozom a Netflixet. Random bargeztek.
Jó. Tiszteletes alszik. Addig kitakarítjuk a lakhelyét. Másfajú ellenség. A füzetecske a másfajúak évszázados nagy összeesküvéséről szól. Sok hazugság van benne, de nyújt némi információt az ősi fajokról. Másfajú ellenség Anonymous. Ekkor történt, hogy a tündék bölcse összehívta a többi bölcset a Reinhold kastély alatti katakombákba. A legidősebb így szólt, eljött az idő, beszéljünk végre az emberek bukásáról. Megbosszuljuk Lara Dolan halálát, kiontjuk a vérüket és káoszba taszítjuk a világot. Elbújunk az erdőikben 500 évig, míg a kiválasztottak emberi városokban maradnak és szomszédaikká válnak. Mindenki tudja, hogy mi a szerepe a tervben, legyen az tünde, törp vagy gnóm, varázsló vagy Nilfgaardi. Aki elárul minket, annak vége, felsőbbrendűnek hívjuk majd magunkat. Mert nincs istenünk. Köpünk az istenekre. És mindenki esküt fogadott, és mindenki ivott az ártatlan gyermek vérével megtöltött kehelyből, hogy szentesítsék szentségtelen tervüket. Nem lehet visszatenni. Nem baj. Lefele vezető lépcső. Miért ne lennék a sorozatnak nagy rajongója, Edith Adrihez? Honnan gondolod? Én nagyon szeretem azt a sorozatot. Van itt az ébor. Itilin proféciája. Itilin Égli Aep Avenien proféciája. Oké. Inkább olvassuk el. A karli és fejsze ideje közeleg. A farkasvihar érája már a küszöbön áll. A fehér fagy és a fehér fény eljő, az őrület és a megvetés ideje, valamint a vég is itt van már. A világ meghal a fagyban, és az új nap alatt újjászületik. Az ősi vérből támad fel, Hen Iherből a mag kikél. A mag nem csírázni fog, hanem egyenesen kitör majd a földből. Eztuát esze. Így lesz. Figyeljétek a jeleket. Megmondom, mik lesznek ezek a jelek. A földet ensejde vére áztatja majd a tündék vére. Hát nem, segíthet, hogy lehet, hogy itt valami félreértés áldozatai vagyunk, mert én a izésorozatot én nagyon szeretem. A Mr. Robot. Tehát én nekem az egy nagyon egyik kedvenc sorozatom. Főleg, tehát így az újak közül mindenképp. Újabbak közül. Action is egész nézhető. A izé volt még, ami nagyon tetszett kezdetben, csak valamiért abba maradt, már nem tudom miért, a Halt and Catch Fire. Mármint nem a sorozat maradt abba, de gondolom már az is, mert nagyon régen volt, de valamiért abba hagytam. Távozz, gonosz sátán fagy! Én csupán beszélni szeretnék veled. Nem mondok semmit. A szalamandrát kutatom. Azt hallottam, ide jöttek. Meg fognak ölni minket miattad. Meg tudom hálálni a szívességedet. Hogyan? A gucca bestia miatt. Mi között hozzá? Witcher vagyok, talán segíthetnék. Nemrég járt már itt egy másik Witcher, Berengar. Azt ígérte, megöli a bestiát, de elmenekült, mikor meghallotta az ordítását. Én nem Berengar vagyok. Bizalmam elnyeréséhez juttasd el az örök tűz fényét az emberekhez. 5 kápolna van a falu körül. A tűz nem fogja megijeszteni a bestiát. Ez nem egy egyszerű kóborkutya. Az örök tűz, Isten káromló! Biztos lehetsz benne, hogy elijeszti majd a szörnyeket, mert már mondták róla, hogy habár a lelke sötétségben él és arca egy rémálom,
Ne ítéld meg túl szigorúan, mert ő fogja elvinni a remény lángját a sötétségbe. És azt is, hogy csak az örök tűz fényében leszel biztonságban. Rendben, 100 orembe kerül. Nagyon jó, de az örök tűznek meg kell jelennie éjszaka, mind az 5 kápolnában. Oké, tehát ott, amiket mondtam, ezeket a kis kápolnákat, azokat kell meggyújtani. Mármint... Na, értitek, nem felgyújtani, hanem... Igen. Olyan embereket keresek, akik szalamandra jelvényt viselnek. Nem túl bölcs dolog. Miért? Megrövidülhet az életed, ha nem hagyod békén őket. Nem félek. Egy másik Witcher is ezzel hencegett. És most hol van? Látod? Nem. Elmenekült. Az nem én vagyok. Ne gúnyolódj a szalamandrával. Mm-hmm. Az egész falu okkal rettek tőlük. Mindenkit meg kellene győznöd. Azt hogy tehetném meg? Én azt kérem tőled, öld meg a bestiát. A többiek pedig látogasd meg Odót, Mikult és Harent. Meg tudod oldani az ő problémájukat is? Oké. Ők a féle helyi tekintélyek? Mindenki ismeri és tiszteli őket. Odó gazdag, Haren egy kereskedő, Mikul pedig egy városi őr. Nyerd meg a bizalmukat, és megnyered a falu többi lakójáit is. Meglátjuk. Szerintem a fickó szakálla valamit mondani akar. Azt kell hinniük, hogy én küldtelek. Mutasd meg nekik ezt az örök tűz gyűrűjét. Pecsétgyűrűk. Helyezd a gyűrűt a megfelelő helyre a tárgyista képernyőn és a pecsét opció feltétlenül beszélgetés során. A pecsét ikonra kattintva megmutathatod a gyűrűt annak, akivel épp beszélsz. Ha egy karakter elfogadja a pecsétet, akkor sokkal kevesebb lesz. Kedvesebb lesz veled. Ha nem megfelelő pecsétet mutatsz meg, akkor a karakter barátságtalan lesz veled. Hát ez remek. Oké. Frissült Berengár titka. Mindjárt megnézzük, csak... Beszélj! Na mindegy, szívességeket kell tennünk a helyieknek. Meg meggyújtani a kápolnákat. Ezt úgy meggyújtjuk, érted? Úgy fog kinézni a falu, mint egy Rammstein koncert. Oké. Úgy hallottam, hogy az örök tűz temploma jutalmat ad a folytó lidércekért. Ha be tudod bizonyítani, hogy tényleg megölted őket. Visszatérek a bizonyítékra. Jó, ez konkrét Witcher kontrakt. Siess. Semmi különös. De nem akarok még... Frissültek a küldetések, igen. Beszélj! Te vagy az örök tűz káplánja? Igen, hitetlen. Csak az örök tűz menthet meg bennünket a fehér fagytól. Valóban. Így mondja Itlin a tündeboszorkány proféciája. Tényleg? Az óvilág hanvába hal, hogy majdan csíra nélkül szülessen újra és lángba boruljon. Teljesen ellent mondasz magadnak. Mondd, mutáns, ki adott rá neked engedélyt, hogy az emberek ügyébe avatkozz? Válaszolj, ki? Dolgunk van, baszki. Elnézésedet kérem, tiszteletes. Az Isten káromlóktól megtagadtatik a megbocsátás. Még valami. Beszélj! Jó, akkor ennyi? Tudunk meditálni. Jó. Na, léptetünk. Hal 9000 a gép neved? Miért? Oké. Na, regeneráció. Izomtömeg. Ökölharc során segítséget nyújt, hát ezt majd később majd, amikor csináljuk ezt az ökölharcos küldit. Spitz nem érdekel. Ez se érdekel. Jó, akkor ezzel nem tudunk tovább menni, feltétlen. Ügyesség. Oké. Nyilvédelem. Hát egyelőre íjászokkal még nem találkoztunk. Hárítás, az tök jó.
Elérhetővé teszi az összes közelharci mozdulatot. Jó. Tényleg újrod össze, igen. Jó, ismerős volt valahonnan, csak nem voltam benne biztos. Oké. Na hát ezzel meg is vagyunk. Jó, ott a térkép. Oké. A tisztetes nem bízik be bennem egy másik Witcher miatt, aki szintén itt járt, ugye ez Berengár. Végeznem kell a bestiával, tehát ő lesz a chapternek a főgonosza, ugye aki a bárgeszteket idézi lényegében. Beszélnem kell a közösség fontosabb tagja, Odo, Aren és Mikul, és nekik is egy-egy ilyen szívességet kell tennünk, meg új infókat fognak adni. Így van. Tehát ők is majd kérnek dolgokat. Szörnyű és ember tisztetes megkért, hogy öljen meg a szörnyeteget, oké. Szent Lángot el kell vinni a falu összes kápolnájába. Oké. Berengár titka is frissült. Igen, itt járt a faluban. Nem tudta megölni a bestiát, de miért ment el? Ez érdekes. Ez majd lehet, hogy később derül ki. Rossz helyzt hagyott maga után. Oké. Ja, és ugye a bargeszt koponyák frissültek, el kéne menni Abigailhez. Ok. Meditálunk egy órát. Mondjuk meditálhattunk volna reggelig. És akkor legalább nappal lenne. Tiszteletes. Beszélj! Csak meditálunk, semmi különös. Csak reggelig akarok izélni, hogy... Igen, hogy világosba menjünk. Fényes jelentés, perzsa eredetű név. Roxanne. Jó gépnév amúgy. Na. Oké, ott a tiszteletes. Szegény lány. Ha megnövök, pultos lány leszek. Az már terv. Te vagy az. Te vagy az. Szegény fiú. Ó, ha furcsa vagy. Olyan a hajad, mint a tej. Mitől? Hát ez van. Jó, na. Az a kérdés, hogy hogyan haladjunk tovább. Oké. Hát elmentünk Abigailhez. Azért jó messze van, úgyhogy akkor nem oda megyünk. Folytól idézi Google, nem? Hát lehet, hogy akkor ez kéne. És akkor elmegyünk Harrenhez, itt van közel. Jó, hát akkor kezdjük a szívességeket. Egy helyi asszony. Valaha törődtek a virágokkal az emberek. Most egyedül én foglalkozom tulipánokkal. Láttam egy csomó virágot idefelé az úton. Ó, ha hoznál nekem egy kis csokor vadvirágot, szívesen elcserélném a tulipánjaimra. Utána nézek. Kielégítő. Igen. Jó, hozunk neki majd virágot. Hentös. Te Witcher vagy? Igen. Honnan tudhatnád? Láttam egy hozzád hasonló fickót, és utána kérdeztem a tiszteletesnél. Sose tudtam meg a nevét, de be akart jutni a városba. Bejutott Vizimába? Nem tudom. Felkereste a tiszteletest, talán segítségért. Van még valami? Semmi ezen kívül. Király. Akkor mondj valami mást.
Mesélj a másik vicser. Ez Berengár lehetett. Nem sokat tudok. Próbálj visszaemlékezni, mit is mondtál nekem. Beszélt a tiszteletessel, aztán eltűnt. Olyan ilyetnek tűnt. Köszönöm. Hmm. Ez a hús nem valami bíztató. Szaglászni vagy vásárolni jöttél? Honnan szerezted? Hogy honnan szereztem, az csak rám tartozik. Nem igazán tolakodnak a vásárlók. Hmm. Birkacom, csirkecom, disznó. Hát... Zárt ajtó, kiírta, hogy zárva. Remek. Jó, megyünk tovább. Frissen a húskútból, így van. Oké. Jó fele jövünk egyáltalán. Igen, erre van. Itt valami vita van kialakulóban. Mi dolgod ezzel a törpével? Leborotváljuk a szakállát. Mit érdekel ez téged? Jobb, ha eltűntök. Tán imádod a másfajúakat? Rakd el a fegyvered, vagy komoly bajod esik. Öljétek meg ezt a különcöt! Te akartad. Feldugnak egy szekeret a seggedbe, ha végeztem. Mit csináltál? Alá rád, korcs! Azt mondja, feldug egy szekeret a seggembe. Köszönöm, hogy foglalkoztál azokkal a kutyákkal. Várj, Geralt, átkozott legyek. Valami baj van. Tipikus. Meghalsz, visszatérsz az életbe, eltűnsz 5 évre, és aztán azt kérdezed, mi a baj? Zoltán. Ki vagy te? Részeg vagy. A barátod vagyok, Zoltán Csivály. Hol voltál? Nem tudom megmondani. Ne aggódj, csak örülök, hogy látlak. Félreértesz, nem emlékszem rá. Ígyunk egy sört, és beszélgessünk, mint régen. Bánt valami? A barátommal kellett volna találkoznom ebben a faluban, de nem jött el. Talán bajban van. Nem lepne meg. Csatlakozott a mókusokhoz, és újabban már a kupecekkel kereskedik. Mókusok és kupecek? A mókusok másfajúak, akik azt gondolják, egyenlőek lesznek, ha embereket lőnek le a fák mögül. A kupecek kereskedők, akik fegyvereket adnak el a mókusoknak. Értem. Engem itt nem látnak szívesen. A szóbeszédek szerint a másfajúakat vádolják a pestis és a bestia miatt. Különben megkeresném a barátomat. Amint megtudok valamit, szólok. Köszönöm, barátom. Hogy vagy? Hogy vagy? Üzletet akarok nyitni Vizimában. Mehekemből hoznám az árut. A Breckenrixek ugyanis már nem hagynak békén. Hogy mi? A Breckenrixek? Feleségül szeretném venni Eudora Breckenrixet. Csak hogy az apósom eléggé anyagias. A közbánya, ahol a háború után dolgoztam, teljes csőd volt. Hogy vagy? Üzletet akarok nyitni Vizimában. Mehekemből hoznám az árut. A Breckenrixek ugyanis már nem hagynak békén.
A másikat akarom megkérdezni. Mehekem? Jövedelmező hely? Remélem. A háború alatt volt néhány befektetésem, de a pénz akkor jó, ha mozog. Úgy emlékszem, ebben elég jó vagy. Geralt! Mesélj nekem a mókusokról. Így van, a mókusok. Jaj. A romantikus mesék kis másfajú bolondjai. Fegyvert fogtak, hogy értelmetlen ideákért harcoljanak. A Nilfgaard elleni háborúban Emir arra használta őket, hogy felprédálják a királyságokat. Mennem kell. Nem volt egy hosszú sztori. Jó. Oké. Segítettünk Zoltánnak. Kockadoboz. Igen, ebben nem Gwent van, hanem kockajáték. Majd játszunk. Nem egy atomfizika. Gwentezni is kéne amúgy. Az a helyzet. A sajnálom amúgy a háromban, hogy nem gwenteztünk. Na most már mindegy. Igazából mondjuk még lehet, hogy ezt a questet meg tudjuk így utólag csinálni. Most ezen gondolkodok. Jó. Igen, csak azóta úgy gwentezgettem, aztán amúgy jó játék, tehát az az igazság. Na jó, ha már itt vagyunk, akkor keressünk meg ezt a Harrent. Igen, itt lesz. És akkor ezután megnézzük a küldiket. Másfajú ellenség. Ezt már olvastuk. Harren? Légy üdvözölve. Te ki? Harren Brock, zsoldos és kereskedő. Mi szél hozott erre? Mit tudsz ajánlani nekem? Gondolom a tiszteletes küldött. Persze. Miért nem tudok hinni neked? Később beszélünk. Hol a gyűrű? Ez a gyűrű, ugye? Igen. Feltesszük ide. Na. Most már jók vagyunk. Gondolom a tiszteletes küldött. Igen. Persze. Miért nem tudok hinni neked? Megmutattuk? Az örök tűz. A tiszteletes ajándéka. A tiszteletes küldött. Úgy gondolja, szükséged lehet egy Witcherre. Van is. Éjszakánként a holtak visszajönnek a folyóból. Segíts rajtam. Busásan megfizetlek. 200 orenért segítek neked, de többet kell tudnom a szalamandráról. A szalamandra minden baj forrása. Mégis nem baj. Megegyezünk. Átkozott élő holtak. Elijesztik a vásárlókat és tönkreteszik a ládáimat. Márpedig ez egy értékes szállítmány egy különleges vevő részére. Hol találom ezeket a folytó lidérceket? A folyóparton. A sötétedés után másznak elő. A fene gondoltam volna, hogy a folytó lidérc a vízbe él. Witcher! Ezeket a furcsa kockákat találtam. Törp gyártmánynak néznek ki. Ne itt! Mindkettőnket bajba akarsz keverni? Egy doboz miatt aggódsz, mikor ennyi minden csempészel. Túlélési ösztön. Furra tiszteletes gyűlöli ezt a játékot. Ah, oké. Tudod mi ez? Tiszteletesen nem lehet kockázni. Nem emberek készítették, ördögi szerkezet. A törpök tudnak valamit róla. Kösz. Kösz.
Mit árul? Az örök tűz. A tiszteletes ajándéka. Mit árulsz? Mindent, de tényleg. De sajnos nehéz idők járnak, kicsi a választék. Mutasd. A vevőnek mindig igaza van. Ó! Árul fegyvereket. Hát legalább lesz pénzünk. Kék meteorit. Ja, ezzel majd lehet bővíteni. Élező. Oké. Okay. Temeri a rózs vodka. Oké. Okay. Jó, akkor mehetünk. Neked beleférne egy Witcher 3 New Game? Mindig jó a Witcher 3-mal játszani. Hol vannak az árvák az elhagyott házakból? Így. Csak az a baj, hogy nagyon-nagyon sok idő. Tehát az a végigjátszás is, hát nem is tudom mennyi volt, 120 óra vagy valami, 130. Az nem baj. Annyi játék van. Miért nem veszel észre? A társadalom miatt lettem az, ami. Amiatt hát... Franz. Az a baj, hogy ha ezt most csináljuk meg, ezt a küldit, akkor nem tudjuk kilútolni a folytoli délcvért. Mert szerintem... összes boss Dark Souls 3 run, DLC kivételével full game 15 óra. Az szép. Az menő. Ezt akarom a tárgylistát. De ugye nem volt olyan könyvünk, amiben ez benne van. Szomorú egyébként. Az egy streambe plont beleférne? Hát igen, csak az a helyzet, hogy én nem tudnám 15 óra alatt az összes boss lenyomni DS3-ba. Ellentétben ugye Nevermind-dal, aki már játszott vele. De igen. De mondjuk akár Nevermind is streamelhetné. Miért is ne? Valamelyik őtök ellopta a késemet. Na mindegy, megcsináljuk, hogy tudjunk haladni, aztán majd ezt a... folytólidéc agy, igen, mert annak az agya kell, ezt majd megcsináljuk később. Tapasztalt Souls Gamer 24-re streambe mehet. Mondjuk speedrunolni nem akarok. Vagy nem speedrun, hanem ilyen challenge run nem akarok, mert... Először végig akarom élvezni a gémet, tehát hogy így mindent felfedezni, meg ilyesmi. Az meg nem 15 óra. Na, hol vannak ezek a... folytó lidércek? Ott vannak. Na jó. Na gyere ide! De ugye, az a baj, hogy ilyen nem tudjuk kilútolni, igen, csak Orem van nála. Lehet, hogy akkor itt hagyjuk a maradványokat, de nem tudom.
Ginát sáv. Jó, sáv, sáv. Itt hagyjuk a maradványokat, hát ha itt marad. És akkor... és akkor remélhetőleg vissza tudunk jönni kilútolni. Na akkor most frissült a quest? Meg kell ölnöm a folyóparti folytoli dérceket. Akkor még van, van. Mentek már egyet, mert... Na, most van meg. Kedmél Hafkán! Üdvözlet, nem beszélem a nyelveteket. Naen Doin, Essevad Gern. Nem félünk tőled, Witcher. Hol van Haren Brog? Ígért nekünk kupec árut. Nem tetszik a hangnemed. Haren nem említett benneteket. Én csak folytóli dércekre vadászom. Várt el, Naen. Nem vagy Aen Seide, de nem vagy mocskos Doin sem. Elvisszük a fegyvereket, és mindenki békében elmegy. Az áru Harené. Bocsáss meg Aen Seide, de ne érj hozzá azokhoz a ládákhoz. Jól figyelj ide, Vadgern. Mi egy 20 fős tündeegység részei vagyunk. A testvéreink betegségtől és éhségtől szenvednek. Ezek a ládák ételt, gyógyszert és fegyvereket rejtenek. Most azonnal kellenek nekünk, mivel nem tudjuk minden nap megközelíteni Vizima falait. Értem, mit akarsz mondani. Remek. Nincs választásunk. De neked igen. Hű. Hát ez jó kérdés. Nem adom oda nekik. Sajnálom, Harennek dolgozom. Valahol máshol kell a kupec árukat beszereznetek. Képes lennél meghalni azért a kapzsi Doinért? Nem közülük való vagy. Nem számít. Ne nyúlj a ládákhoz. Megölünk téged és utálnod Harent is. Tanulsz hát ez remek. Minden árulónak. Sparle! Nem a tököt, ha lenne. Mondjuk most gondolkodok, hogy lehet, hogy nem így kéne. Nem így csináljuk. Igen, mert ezzel az a baj, hogy rosszba leszünk az Skoyatellel, akivel most nem kéne. Jó, elvileg csak ez az egy folytóli déc van. Igen, és ott jön is a Skoyatell, oké. Akkor most azt csináljuk, hogy nem üljük meg őket. Kedmél Hafkán! Üdvözlet! Nem beszélem a nyelveteket. Naen Doin, Essevad Gern. Nem félünk tőled, Witcher. Hol van Haren Brog? Ígért nekünk kupec árut. Nem tetszik a hangnemet. Meg kimagyarázzuk Harennél. Benneteket. Én csak folytóli dércekre vadászom. Mi csak folytóli dércekre vadászunk. Naen. Nem vagy Aen Seide, de nem vagy mocskos Doin sem. Elvisszük a fegyvereket, és mindenki békében elmegy. Az áru Harené. Bocsáss meg Aen Seide, de ne érj hozzá azokhoz a ládákhoz. Jól figyelj ide, Vadgern. Mi egy 20 fős tündeegység részei vagyunk.
A testvéreink betegségtől és éhségtől szenvednek. Ezek a ládák... Értem, mit akarsz mondani. Remek. Nincs választásunk. De neked... Rendben, vigyétek az árut. Nem vagyunk bűnözők. Fizetünk érte. Van aranyunk, bőreink, növényeink. Csak add az aranyat. Itt az aranyad, és most elvisszük, ami azonnal kell. A többiért később visszatérünk. A folytó lidércek nem háborgatnak benneteket többé. Vafail Vadgern. Vafail. Jó, amúgy a folytó lidérceket megöltük, Harennek ma meg kimagyarázzuk, hogy mi volt. Igen, ez az öldöklés, az sose jó, az mindig bonyolítja ugye a helyzetünket. Na, ez is alszik. Witcher. Megöltem a folytó lidérceket, és találkoztam a tündékkel is. Nem ismerek egyetlen tündét sem. Vártak már. Kik azok? Skoyatel, mókusok, másfajú szabadságharcosok. Aki velük üzletel, felköttetik. Áruljel engem, és szintén lógni fogsz. Shit. Tartom a szám. Te miért foglalkozol velük? Valamiből meg kell élnem. Így vagy úgy, elvégeztem a munkát. Alábecsültelek. Véletlenül nem tudod, hogy mi történt a tündékkel? Beszéltünk. Az egész csapat fog eljönni a holmikért. Veszélyes közelebb jönniük Vizimához. Ha valaki észreveszi őket... Ó, oké. Okay. Vagyis? De akkor nem kirámolta őket. A szkolyatelek feje sokat ér. De felejtsd el. Itt a pénzed. Én csak a pénzemet akarom. Aztán beszélj a szalamandrával. Tehát nem kirámolták a Harent, hanem hogy velem üzletel. Velük üzletel. Sarcot szednek a falusiaktól és lemészárolják őket, ha ellenállnak. Hol találom őket? A tiszteletes majd eldönti, mit kell tudnod. Minden esetre én nem bánnám, ha eltakarodnának. Viszlát. Jó. Oké, megint szintet léptünk. Küldetés pipa, nagyon jó. Jó, és a Odóval is Mikollal kell találkozni. Viszlát, idősapám, így van. Azt mondja, hogy igen, elnyertem Haren bizalmát. Jó, jöhet Odó és Mikul, nagyon jó. Oké. Jó, akkor itt ugye megjött a kockajáték. Nagyon jó. Most azon gondolkozok, hogy... Folytólidércek. Igen. Folytólidércek szörnyhatározóban benne kell, hogy legyen. Az a kérdés, hogy ezt hol... hol tudom megvenni a folytólidérc határozót. Most már van pénzünk. Elvileg. Már van 500 orenünk, 532. Úgyhogy most már szerintem könyveket tudnánk venni. Hát ez remek. Még jó, hogy mondtuk, hogy a folytólidércek már nem fognak gondot okozni. Well. Azt ide kell jönni. Jó, menjünk. Viszont... Megyünk reggel, mert akkor elvek bargesztek se jönnek. És tudunk szintet is lépni. Jó, akkor a kézügyességnél ezeket kifejlesztettük, a többi nem érdekel. Kitartás. Állóképesség, regeneráció, méregimmunitás, fájdalom. Miért is ne? Mi ez? Nehézség. Itt az állapot időtartam. Ez az ivászat mindenné ott van. Mutáció számosan összetevő nyers fogyasztását teszi lehetővé, amelyből főzeteket szoktak készíteni. Jó. És
Segítségével napi 200 használni az erőhelyeket. Méregimmunitás plusz 50%. Jó. Oké, aztán majd most már majd adunk a kardra is. Hát a jelekkel én most nem foglalkoznék, szerintem ez megint ilyen physical damage build lesz, vagy valami ilyesmi. Csak a szokásos. Az ezt ideüt. Ez a rohadt tolvaj lét. Egy nap lógni fogok. Bell. Legalább jól látja a helyzetet. Jó, és itt szépen körbe kell jönni. Nem baj. Már másnap este van? Még nem, ugye? Ma este kell mennünk. Elraboljátok a gyerekeket és mutánsokat csináltok belőlük. Ebben mondjuk van igazság. Állj! Te, mi vagy te? Egy Witcher. Katonák vagyunk. Most megyek. Látnunk kell, hogy nem vagy beteg. Immunis vagyok. Nem tudunk semmiféle immunitásról. Ellenőriznünk kell. Hogy vagyok? Szörnyen festesz, de egészséges vagy. Tovább mehetsz. Éljen. Hogy mi? Tehát megengedi, hogy kimenjek a faluból. Köszönöm. Atyaig. Oké. Na ezeket kéne meggyújtogatni. Ja, itt vannak, adott gyertyát, oké. Okay. Ide teszem? Megígértem a tiszteletesnek, hogy felgyújtom ezeket éjszakára. Éjszaka kell, oké. Okay. Rendben, jó sötétedés után. Veszély! Üdvözlet, utazó! Jó napot! Az első kedves szavak, amiket errefelé hallottam. Kedvelem az utazókat. Egyszer az egyik elhalmozott virágokkal. Nincs. Őrület! Mit kéne tennem? Majd hozunk neki tulipánt. Attól a falusi asszonytól. Itt minden hordóban van ki néhány órán. Az ott egy madárijesztő? Igen. Helyszín, út a barlanghoz. Ott egy test. Mi az, hogy test? Azért van nála cucc. Tulipánok. Lehet, hogy ő vitte volna. De mindegy, most már van nálunk. Van nálunk virág. Nem bassza már meg, hogy nem erre kellett jutni. Na, viszont tanulunk egy új jelet. Ja nem, ezt már tudtuk eddig is. Zárd.
Az mi? A medál érzékeli a szörnyetegeket és figyelmeztet, ha közelben ólálkodnak. Mivel a mágiát is érzékelizít, viblál, ha erőkör van a közelben. Uh-huh. Mit szeretnél tenni? A mágia rituáléjának végrehajtása. What? Ja, ad buffot. Jó. Varázslás buffot ad. Na szóval tényleg jó lenne elővenni a Witcher 3-at, mert a Witcher 3-at mindig elő, jó elővenni. Csak tényleg nagyon sok idő. Már egy, tehát egy teljes végigjátszás. És azért idén sok játék lesz, amivel játszanék. Amiket ki tudja milyen hosszúak némelyik. Új megjelenés, ami biztos menni fog majd remélhetőleg áprilisban, az a Stellar Blade. Nagyon tetszik az a játék, így a trailerek meg a gameplay alapján. Úgyhogy ezt tuti meg fogjuk nézni. És mivel hogy Sony adja ki, én biztos vagyok benne, hogy jó is lesz. Igen, erre kell jönni. Odó. Na. Odó. Ó, micsoda páncél. A vérből és a repedésekből ítélve ez egy harcos páncélja. De ez a dagadék jobban ismerte a korsót, mint a kardot. Hát, kirámoljuk ezt is. Egy dinnye. Visszük. Mindent elviszünk. Na, te dagadék! Nem, nem szabad ilyet mondani. Ki van ott? Én egy Witcher vagyok. Nincs nálam semmi, amit elvehetnél tőlem. Nyugalom, csak szeretnék feltenni néhány kérdést. Nem beszélek idegenekkel. Geralt vagyok. Most már nem vagyok idegen. Így áll egyet, Gervant mester. Tudjuk, hogy a kémek nem isznak. Akkor ígyunk. Ittunk. Ázsiai rekord? Majdnem elfelejtettem a legfontosabbat. Láttad a tiszteletest? Persze. Aha. Azt mondta, kérdezzünk meg minden idegent. Van gyűrűm. Ne. Az örök tűz gyűrűje. Bizonyára a tiszteletestől származik. A játék hangulat, aha. Egyébként mondom, a Stellar Blade-ről nekem, hogy a Nier jut még eszembe. Egy kicsit. Mondom, ez a ilyen ázsiai-japán vonal. RPG. Japán RPG. Szerű. Majd persze meglátjuk, hogy pontosan mi lesz. Ez még így ránézésre nekem olyan, nekem még emészthető. Tehát mondjuk egy Final Fantasy-t már nem bírnék így, tehát itt ott már nem mindig tudnám követni, hogy mi történik. Itt még úgy nagyjából talán. Na. A tiszteletes küldött, hogy segítsek. Mindig gondol rám. Itt van ez a kertészkedős probléma. Én nem vagyok kertész. Hadd fejezzem be! Egy kis idővel ezelőtt furcsa növények kezdtek nőni a kertben. És ezek a növények éltek. Először hasznosnak tűntek, mert eltüntették a vakondokat és a rovarokat. Akkor meg mi a probléma? Az, hogy most akkorák, mint egy jól megtermett ember.
Szerencsére napközben a föld alatt vannak, de félek közelebb menni. 120 orenért szívesen segítek. 50 orent vagyok hajlandó fizetni. Ígyunk egyet. Százhúsz, és nem kevesebb. 2 gazért, 70 oren. 120-at mondtam. Valamiből meg kell élnem. És meg kell vennem a piám. 80, és ez az utolsó ajánlatom. Egészség. De jó, mi meg jó berúgunk. Így még viccesebb lesz a questet megcsinálni. Erős cucc. 100? Megegyeztünk. Na, még egy utolsót. Azt mondja, igen, ilyen növényekkel majd a Blood and Wine-ba lehet még találkozni. Okay. Szúrbozót, azt mondja. Hát igen, ezek nagyon utálatos elemik voltak. Itt is azok egyébként. Ezek még könnyűek, majd később lesz a mocsárba. Oké. Na, ezeknek nincs. Ja, de itt vannak maradványok. Spórák. Oké. Okay. Nem vagyok berúgva, nem vagyok részeg. Minden rendben van, nem... Minden oké, okay. Jól vagyok. Ez meg már itt az, hogy ne aludjál már, ígyunk már egyet, ne aludjál. Ígyunk már. Csak az igazat. Lekaszaboltam a szörnyeket a kertben. Fizes. 80 orent mondtál? Tessék. Anyádat mondtam 80-at. 100-ban egyeztünk meg. Ittunk egy keveset, de ritkán csal meg az emlékezetem. Hát. Na ide figyelj. Jól van, itt van a pénzed. Mondtam, hogy ne részegen öldös szörnyeket éjszaka. De te erősködtél. Megrémítesz. Kockáztattam az életemet miattad, te meg megpróbálsz átverni. Ne felejtsd el megemlíteni a tiszteletesnek, hogy segítettem rajtad. Oké, ez is megvan. Udónak is elnyertük a tiszteletét. És még szintet is léptünk. Csak az igazat. De itt még kérdezünk. Te katona vagy? Mi között hozzá? Az a páncél. A bátyámé Brennában is harcolt. Nem szeretem a katonákat, kivéve persze a bátyámat. Nyugalom, én nem vagyok katona. Csak az igazat. Nincsenek szörnyek a környéken? Attól a vonyítástól kiráz a hideg, ami a faluból jön. Valami más különös? Egyszer olyan nagy köd volt, hogy alig láttam valamit, és a boszorkány házánál kötöttem ki, ahol egy hatalmas vadállat bámult rám az ablakból. Folytasd. Olyan gyorsan pördültem meg, hogy majdnem kicsavarodott a bokám. Akkora volt, mint egy ló. A hullámzó füst és a csillámok... Később. Később. Szoktál kockázni? Pogány szokás, nem.
Tudod, mi ez? Vidd a törpökhöz! Nem mondok többet! Viszlát! Jó, akkor ő se kockázik. Lehet, hogy itt meditálnánk egyet. Csak az igazat! Mert akkor elosztjuk a pontokat. Jó. Intelligencia, hát szerintem ez a... Igen, ez a varázsláshoz kell. Ezzel még különösebb... Shit, ez mondjuk jó lenne. Akkor kifejlesztjük. Ah, azt hittem, hogy ez csak a varázslás, de akkor nem. Mert itt van herbalizmus, meg olajkészítés, akkor ezeket is fejlesztjük majd. Oké. Menjünk tovább. Ektoplazma. Le is ugrunk akkor a folyópartra. Mikul, ide kell jönni. És ehhoz, érted? Innen, ide, aztán meg vissza. Mondjuk szerintem itt is át lehet jönni. Itt meg Abigail háza van. Úgyhogy akkor szerintem azt csináljuk most, hogy leugrunk Abigailhez. Így van. És akkor arra megyünk tovább ott fölfele. Északnak. Itt erre az oltár fele. Amúgy is, hát igen, ezeket kell majd meggyújtani. És szerintem itt át lehet menni. Ha jól emlékszem. Valamit keres a kutya. Vigyázz a szurbozótok töviseire, kutyus. Mit őrzöl? A káposztát. Jó, megyünk. Akkor leadjuk Abigailnek a questet. Aztán megyünk... Megyünk tovább. Mikulhoz. És akkor megcsináljuk az ő szívességét is. Akkor megpróbáljuk, hát ha ott a folyóparton a maradványok megmaradtak a game-be. Ha nem, akkor majd éjszaka összegyűjtjük, mert azt is a tiszteletesnek kéne elvinni. Meg ugye most már tudunk gúlokat is vadászni. Abigail házának... Átkozott boszorkánya. Ejjj. Hát nem bírta a mexikóit. Abigail? Ez hol van? Ja, itt van. Hello? Witcher? Üdvözöllek. Szotyi. Mi történt vele? Sok ügyfél jött gyalázatos vágyakkal. Azt hiszik, szajha vagyok. Pedig boszorkány. Ó, oké. Ezt nem feledem. Ne aggódj, nem vagyok olyan rossz. A bűnös felépül majd. Mit akarsz? Megtaláltam a jegyzetedet. Jegy. Nálad van a Bargest koponya? Igen. Igen. Megvásárolhatod. Tudtam, hogy sikerrel jársz.
És itt van még több mandragóra gyökér. Mandragóra gyökér? Kérdezhetek valamit? Okay. Kérdezz! Meg tudja állítani a mágiád a fantom vérebeket? Nem elég a kard? Azt hallottam, a vicserek kettőt hordanak. Egy ezüstöt a szörnyek ellen, és egy acélt az emberek ellen. Mindkettőt szörnyek ellen. Sajnos hiányzik az ezüst. Ismerek egy kenőcsöt. Ha rákened a pengédre, szörnyű fájdalmat okozol még a kísérteteknek is. A képlet 30 órembe kerül. Egy kenőcs. Eladhatom neked az összetevőket. Naezánisó, ginacsav, borkő, disznózsír. Köszönöm. A disznózsír jól használhatsz jönne. Használhatsz hunyorszirmot is a naezánisó helyett. Kérdezhetek valamit? Kérdezz! Látom, hogy törődsz Alvinnal. Azt hiszed, elhagynék egy árvát? Ráadásul vannak képességei. Hogy érted ezt? Talán olyan erővel bír, melyet nem tud kontrollálni. Most azonban mélyen alszik a főzettől, amit kapott. Milyen nemes. Kevesen vesznek a vállukra még egy éhes szájat. Közeledik a tél. Ha megéhezem, megeszem. A falusiak kétségtelenül ezt gondolják. Szörnynek hisznek. Az vagy? Mind szörnyet rejtegetünk lelkünkben. Oké, mit árul? Ó, oké. Igen, itt vannak nála könyvek bargesztekről. Mezei növények. Felismertővé állnak a vízima környéki növények. Az a baj, hogy nem tudom, hogy most ezt amúgy megismertük-e. Mocsári szörnyek, folytólidécek, vízbefúltak és nadályok. Kutyákról és farkasokról. Így lidérc taszító amulett. Hát, egyelőre nem vesszük meg. Tartsuk észbe, hogy itt van. És majd megvesszük, hogyha... ha kell. Most szerintem nem kell. Egy vörös sál. Bevezetés a mágiába. A tárgylista megtelt. Oh, shit. Amit ki kell dobni. Hagyunk még itt neki bargesz koponyát. Jó. Annabelle Radfint, bevezetés a mágiába. A mágia a káosz megtestesülése. Kulcs, mely rémálmokhoz vezető titkos ajtókat nyit. Gonosz erőt hoz, mely képes az egész világot elpusztítani. Még mindig nem félsz a mágiától? Még mindig meg akarod szelidíteni? Tudhát, hogy a mágia olyan adottság, melyet csak pár kiválasztott tudhat magáénak. Rendelkezel ezzel az adottsággal? Szeretnéd kiaknázni? Tudd, hogy sokényi intenzív képzés vár rád. Kiterjedt tudástárat kell elsajátítanod, folyamatosan palléroznod kell az elméd. A kreatív mágia nem vicserjel és vásári mutatvány. A mágia tudomány. Ha megtanod irányítani a tudományt, úrrá leszel tűzön, vízen, földön és levegőn. Hatalommal bírhatsz az emberek tudata és önmagad fölött. Jó. Igen, ez jó ötlet, hogy adjuk el, ami nem kell. Hát igen, sok mindent nem lehet eladni. Kecskehály. Salétrom. Hát, szintén szóval nem tudom, ez kell. Itt van ez a rengeteg szeszt, ezt majd eladjuk biztos. Van egy csomó kaja is nálunk. Jó. Oké, küldiket nézzük már meg. Egyelőre nincs. Akkor ez az Abigail küldi, ez kész van. Ez a quest, Witcher quest. Úgyhogy akkor mehetünk tovább Mikulhoz. Igen. Csak beaktiválom már a questet.
Új helyszín kereszteződés. Felhőszakadás. Előfordul. Aha, itt a kápolna. Igen, és itt balra el tudunk menni, ha minden igaz, Mikulhoz. Így van. Ott fog állni a kapuba. Álmos vagyok. Én is. Állj, mi? Mi? Be akarok menni a városba. Egy, hogy is híják van felállítva, karám? Sokáig lesz itt ez a karantén? Csak a parancsnok tudja. Mindenkire érvényes a karantén? Nem tudom. Valaki bement már? Akiknek van engedélyük, ők bemehetnek. Beszéljük ezt meg. A tiszteletes tudja, hogy itt vagy? Persze. Nem hiszek neked. Adott neked valamit? Hogy ne adott volna? A tiszteletes azt mondta, imádd a tűzjelet. Úgy látszik, ő küldött. A tiszteletes azt mondta, hogy segíthetnék. Azt mondták nekem, hogy szabaduljak meg azoktól a halott izéktől. Halott izék? Az út végi kriptához rendeltek ki. Én még soha nem harcoltam, eléggé be vagyok rezelve. Azt mondod, halott izék? Kérlek, uram! What? Witcher vagyok. Felváltalak 200 orenért, és mondd meg a tiszteletesnek, hogy ki segítettelek. Rendben, de nincs nálam ennyi pénz. De nem érdekes. Viszlát addig is, amíg azok a halott izéket, azokat le nem kaszabolták. Le lesz kaszabolva a halott izé. Oké, meg kell ölnöm a gúlokat a kriptába. Jó. A tiszteletes... Hol találom ezeket a gúlokat? Ja, ezt már elmondtam. A fogadó közelébe, a dombon van ebbe jára. Ja nem. Viszlát. Most mondta el. De... Nem hagyja, hogy végigkérdezzem. A... Hol szerezhetek engedélyt? A rendnek van. Az örök tűz harcol a vész ellen. Nem láttam itt lovagokat. A tiszteletes mindenről tud? Megkérdezhetnéd te magad is. Viszlát. Van valami hír? Az a rohadt járvány sorra szedi az áldozatokat. És a szörnyek is a nyakunkon vannak. Ez a Katriona járvány. Farkasok, halott izék, tündék és kobódok. Kobód. Farkasokat mondtál? Egy csomó van belőlük. Egészen megvadultak. Régen még kövekkel is megdobáltam őket, de már nem merném megtenni. Értem. Ezt az érdekes kockát találtam. Törp munka. Már régóta nem játszom, esküszöm. Nyugalom, Mikul. Csak kérdezősködöm. A tiszteletes a megmondhatója, hogy felhagytam vele. Beszélj a törppel, Zoltánnal. Azt mondod Zoltánnal? Micsoda párbeszéd. Jó, akkor Zoltántól kell majd infót a... Zé kapcsán. De most miért ott villog nekem a Zé? Quest. Tehát a kockajáték kapcsán majd a... Zoltánnal kell beszélnünk. Hogy itt egyenesen... Végig egyenesen jön. Szóval Zoltán, hát nyilván mert törp, vele kell majd beszélnünk a...
kocka játékról. Ja, ahogy emlékszem, ilyen kocka pókerszerű valami, de majd ha játszunk, akkor kiderül. Én kocka pókerre emlékszem. Mindegy, nem is tudom amúgy, hogy milyen új megjelenés lesz idén, amivel még biztosan játszani akarok. Elvileg a Hellblade 2 jön idén? Most ezt nem is emlékszem már. Mert ugye akkor az is, tuti. Jön. Jó. Erre nem voltam biztos benne. Most jött ki dátum nemrég, de nem esküdtem meg rá. Akkor... A nő maradványai felkeltették a gúlok figyelmét. Shit. Valószínűleg a fiola tartalma okozta a halálát. Na igen, itt gúlokkal kell majd harcolni. Mikor sötét területre érsz, itt meg a macska nevű főzetet, vagy gyújts meg egy fákját. Köszönöm. Igen, és ott a gúl. Gyorsan elmentjük. Hol van a szörnyek? Gúl. Érzékeny az ezüstre és a dögevük elleni olajra. Fú, de várjál, olajat. Na mindegy, most meg fogjuk ölni így. Elvileg. Jött egy másik. Kívünk a fényre. A sötét van. Oké. Mi ez az üvegfiola? De hol van? És hova tette? Apró üvegfiola, amelyben általában mérgeket tárolnak. Mérget ivott. Gúlvér. Gúlvér. Torznyirok. Valami tényleg kéne. Mondjuk így is jó. Na gyere. Igen, kéne macska főzet, vagy tényleg fákja. Is kilútoljuk. Igen, és az a baj, hogy... frissült felhívás. Igen, akkor a gúlvér az megvan. Az kell Kalksteinnek. Na most nem tudom, hogy... Igen, itt még vannak gúlok. Fákját hogy a fenébe tudok csinálni? Receptek. Macska. Aha. Rebis Kebert. Aha, mondjuk akkor lehet, hogy ezt tudok csinálni.
Na várjatok, akkor kijövünk ide. Mint hogyha itt lett volna egy... egy tábortűz. És akkor csinálunk macskát, ha tudunk. Rebis kebört, kebört. Akkor nem tudunk? Ah, shit. Nem tudunk. A szívás amúgy. Jaj. Hát, na mindegy, akkor... És megpróbáljuk anélkül. Fákját is honnan szerezzek? Hát ez remek. Na, jönnek utánunk. Itt vagyok. Megoldjuk akkor így. Elég béna ez így, de... Most jobban nem tudok. Sem. Megvan. Meg is van a quest, úgyhogy már csak itt bemegyünk. Még, mint ott volt még egy erőhely. Ah, meg még egy ghoul. Mindig megpróbálunk elson fordálni. Meg egy tetem. Jason tetem. Ennél is volt kocka. Meg Oren. A belső tűzköre. Na, és akkor ezzel tanuljuk meg elvileg az ignit. Így van. Jó. Más út, ahogy látom, itt nincsen. Jó, hát tudnánk itt a katakombákba még menni. De mivel, hogy nincs nálunk főzet, ezért inkább most ne erőltessük. Szerintem hoz még ide majd az utunk, ha jól emlékszem. Úgyhogy most csak menjünk vissza és adjuk le a questet. Egyrészt Kalksteinnél, meg Mikulnál. Mármint, hogy először Mikulnál, aztán Kalksteinnél. Na szóval május 21 lesz akkor a Hellblade 2, az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Igen, ennyi megtanulni az Ignitiaja, mint a... ezeknél a köveknél kell. Mondom, ha izé a Stellar Blade az április vége. Fú, azt... nem tudom, hogy a Hellblade 2 az... az PS-re jön, mintha úgy emlékeznék, hogy az csak PC és Xbox, de nézzetek már rá, please, hogy jön-e PS-re.
jön. Jó, jó, jó. Valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem lesz PS-re, vagy lehet, hogy keverem valamivel. Nem jön. Jó. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Valamire emlékeztem, de akkor jól emlékeztem, csak nem voltam benne biztos. Oké. Okay. Szalamandra szolga. Meg itt van Kákstein is. Mit keres ez itt? Nem adom oda a műhelyemet a világ minden kincséért sem. Hát... Gondold meg magad. Vagy máskülönben. Vagy máskülönben. Egy Witcher, ölt meg! Nem hinném. I don't think so. Ó, szevasz. Te a miénk vagy, Witcher. Békén kellett volna hagynod a szalamandrát. Ez a híd a sírod lesz. Ártatlan vagy, ne mentettél! És a laboromat, a lombikjaimat, a kincseimet! Bármikor. Nem jöhetsz ide. Tudom, mi okozta az eseményeket, amelyeknek a szemtanúja voltam. A szalamandráknak felszerelésre van szükségük, hogy használják az ellopott titk. A Witcherek mutagénjei enélkül haszon. Majdnem sikerült ellopniuk Kalkstein kincseit is. Majdnem sikeresek voltak K.R. Moremben. De ott az a majdnem. Oké. Okay. Ha úgy döntöttem volna, hogy veszem érrel tartok, a dolgok másképp alakultak volna. Elég jól tudom, mi vezetett az iménti eseményekhez. Ha tudod, mi a vége, másképp cselekedtél volna? Nem. Nem, mit javasolsz? Nem vagyok meglepve. Te az a fajta vagy, aki sosem néz hátra. Látogasd meg a boltomat Vizimában bármilyen hozzávalóért, amire szükséged van a főzeteidhez. Neked leértékelve adok minden. Viszlát. Még ne menj el. De ne menj el. Nem kellett volna megvédened az öreget. Megint ide fog jönni beszélgetni. Azt lement hídba, érted? Mit? Az öregember csak beszélj és beszél. Fejfájást fogok kapni tőle. Legközelebb meg fogom kövezni. Inkább ne bosszansd fel. Ő egy erős alkimista. A kapitány azt mondta, csak engedéllyel rendelkezőknek. Tudom. Áthelyeznek holnap a malomkapuhoz. Ott fogok állni. Ha megvan az engedélyed, ott keress engem. Azért van némi kis bugi-bugi itt, de nem baj. Beszélnem kell Mikullal. Most beszéltünk Mikullal. Megint tele van a... Baj. Akkor csak a pénzt visszük. Meg a csirkecombot, az nagyon fontos. Oké. Okay. Egyek? Mit? Miért egyek? Amúgy Nevermind, ez egy jó ötlet.
Ah, itt van Karlstein, leadjuk a questet. Hogy merészel szenilis öreg embereknek nevezni minket? Írásban fogok fellebbezni ellene! Mi szél hozott? Azt mondják, hogy gulvérre van szükséged. Van nálad? Nyugalom, előbb fizes. Kell a vér a kutatásaimhoz. Álmos vagyok. Ezért nem fizetnek eleget. Végül is a könyvet dobta ki. Oké. Okay. Oh, eltávolítottam a gúlokat a kriptából. Ezer köszönet! Itt van egy havi bérem! A fiúk örülni fognak! Kincsek után akarnak kutatni! Meg kell próbálni! Találtam egy fiatal női holttestet. A gúlok voltak. Ilsa? Nem. Oh. Annyira szerettem. Úgy tűnik, megmérgezte magát. Nem! Az az undorító boszorkány mérgezte meg, nem! Őszintén sajnálom, de még szükségem lenne információra a szalamandráról. Nekik joguk van itt lenni! Most hagyj! Távozz! Ne feledd! Mondd el a tiszteletesnek, hogy én öltem meg a gúlokat. Viszlát! Oké. Okay. Na, ez is megvan. Jó, és akkor megyünk vissza beszélni a tiszteletessel. Török méz. Ezért nem fizetnek eleget. Meg majd keresnünk kéne... stash ládát. Na, visszafele... Hát, vajon itt el tudunk menni? A folyóparton. Hát, ha ki tudjuk lootolni most a... folytólidérceket. Ha nem, akkor meg meditálunk, és akkor megölünk pár folytólidércet. Vagy az kell... Várjunk csak, az hogy van most? Az kell, ugye? Már nem is tudom. Igen. Igen, a tiszteltesnek kell folytólidérc. Vagy a gulvér meg kásteinek kellett, igen. Hát most van ugye megettem a török mézet, de megeszem akkor ezt az áfonyát is. És kell egy kis antioxidáns. Oké. Okay. Hát nincsenek itt a tetemek, úgyhogy akkor leülünk ide a tábortűzhöz, reméljük, hogy jönnek most drownerök, folytólidércek, na. És elrakjuk a pontjainkat. Jó, hát akkor ezek megvannak, akkor nézzük a kardot. Torokvágás. Zúzócsapás. Csatadű. 15%-nál kevesebb életünk. Nem. Vérzés plusz 15, sebzés plusz 25. Sebzés plusz 5. Okay. Jó. Oké, okay, és akkor éjszakáig. És majd menni kéne a szellemekhez is. Ott a folytólidérc. Három kell, ugye? Na gyere ide. Hova mész? Folytólidérc agyszövete. Remélem ez kell.
Oké. És még kéne egy. Hát szerintem akkor meditálunk még egyet, tehát resetelünk egyet. Elvileg működnie kéne, de hát... Hova? Jó, még egy. Oké, meg is van. És akkor irány a tiszteletes. De most majd reggel. Micsoda jó társaságban vagyok. Egy gangster, egy verőlegény, meg egy koldus. Ne halljak meg, még nem haltam meg. Érted? Egyszer nem haltunk még meg. Én nem is tudom, hogy ez hogy lehet. Nem nézek már a questekre. Beszélni kell a tiszteletessel. Meg kell gyújtanom este a tüzeket. Igen, ez Berengár, ez később lesz, tiszteletes. Vizimaváros őre, jó, oké. Okay. Na, beszélünk a tiszteletessel. Leadjuk a kis Witcher questjét. Meg akkor a főküldit is megtoljuk tovább. Beszélj! Odó és Haren szörnyeivel elbántam. Mikul gúljait is elintéztem. Még a végén a szalamandrát is legyőzheted. Meg kell tudnom, hol van a búvóhelyük. Addig nem segítek, míg meg nem ölöd a bestiát, Witcher. Jó. Viszlát. Viszont kifaggatjuk. Meg a questet leadjuk, tényleg a kis izét. Igen. Úgy hallottam, hogy az örök tűztemploma jutalmat ad a folytó lidércekért. Ha be tudod bizonyítani, hogy tényleg megölted őket. Itt vannak nálam a folytó lidércek fejei. Hol a pénz? Hát egy szövet Vessé, van nálunk, de nem baj. Az örök tűz világítsa az utadat. Köszöntem, de még ne menj el. Be kell jutnom a városba, de szükségem van ehhez egy engedélyre. Ő fog majd adni elvileg. Csak a rend lovagjai rendelkeznek engedéllyel, de nekem, mint káplánnak is van egy. Elkérhetném? Te egy idegen, egy semmire kellő? Igen. Jó, semmi baj. Jó, akkor szerintem meditálunk estig. És mi az? Elvileg itt tudunk, ha itt a tiszteletes. Nincs itt a tiszteletes. Hol van? Itt nem tudom, hogy tudunk-e meditálni. Ebben nem vagyok biztos. Nem tudunk. Viszlát. Ó, na, térképen ránézek akkor. Hát igen, itt lent van. Nem baj, akkor lemegyünk oda. Aztán utána megyünk a malomba. A szellem járt a malomba. És akkor oda ugye este kell menni. A malom pedig ott van. Malom? Azt hiszem.
fickós vagyok. Hát ez remek. Vagyunk így ezzel páran. Oké. Ugye bor van nálunk, ugye azt kért a Vezna. Igen, velük majd beszélnünk kell, az majd egy külön quest lesz. Pontosabban a main quest. Aha, itt a malom. Ott van Mikul, ott pedig Vezna. Na cső! Végre! Ettől a helytől libabőrös lesz a hátam. Elhoztad a bort? És akkor... Egy. Köszönöm. Most már nem félek. Ennyi. Megmutatod a malmot? Persze. Megmutatok mindent, amit csak szeretnél. Hölgyek előre. De bepiszkolódik a szép új ruhám. A vicsereknek nagyon jó megoldásaik vannak erre a problémára. Vigyázz, hova lépsz, idióta! Mi az? Megint kísértetek járják az öreg malmot. Egy Witcher vagy valami mágus a végére járhatna ennek. Az végére van járva. Nincsenek itt, amikor szükség lenne rájuk. Látod? A szörnyek holnap is itt lesznek. Jól van. Miért veszélyeztessünk bárkit is? Ezek a szellemek... Hát most Istenem. Vezna. Na. Oké. Igen, meg lett kísértve. Jó, akkor rendben is vagyunk. Rendben is vagyunk. És akkor szerintem innen fogjuk majd folytatni. Ugyanis mára megállunk, mert esteledik, úgyhogy innen folytatjuk.